Ismeritek azt az érzést, amikor 12 évesen több hónap várakozás után, miután minden családtagnak elmondtad, hogy Super Nintendo-t szeretnél, karácsony van. Szenteste összegyűlik a család, egy hatalmas Nintendo formájú doboz bekörül a falá rajta a neveddel. Amikor végre a kezedbe kapod azt a csomagot egy cetlivel rajta, hogy szeretettel nagymamától. Szinte extázisban téped szét a csomagolóanyagot, és találsz benne egy Ultra Super Nintendo 64-et. Nem? Én sem. Beszéljünk a No Man's Sky-ról. Alapvetően egy borzasztóan érdekes és technikailag nehéz feladatot vett a nyakába a Hello Games fejlesztő csapata. Készítenek egy procedurálisan, tehát a gép által generált nyílt univerzumú világot. Egy játékot, amiben 18x10 a 18-on bolygót találhatunk. 18 quintilliont, Jézusom. Gondoljatok bele, hogy mekkora poén, hogy itt egy világ, amit még senki se látott igazán, hisz a fejlesztők se tudtak elmenni az összes bolygóra, és ebben a világban, hogyha megtalálsz valamit, akkor azt te látod a világon először, elnevezheted, a sajátodévá teheted, hogy amikor jön egy másik felfedező, belefuthasson a te kutató munkád gyümölcsébe. Papíron nem hangzik rosszul, hisz kecsegtet rengetegféle bolygóval, rengeteg játékmeneti elemmel, az űrben, a felszínen, űrállomásokon harcolva, bányázgatva, vagy csak üzleteléssel eltöltve. Megismerni idegen fajokat, eltanulni a nyelvüket, különleges élőlényeket felfedezni, annyi és annyi lehetőség rejlik egy ilyen játékban. Minecraft az űrben, nem? Hát ez mind jól hangzik, csak kár, hogy a játékot PS4-en meg PC-n játsszuk. Amikor először útjára indítottam a játékot és belecsöppentem a világba, egész egyszerűen lenyűgözött. Megkaptam a saját kis kezdőbolygómat, ami még senki más nem járt, és elkezdhettem a kvázi kezdő küldetéseket, amik végigkalauzolnak a játék legalapvetőbb rendszerének betanulásán. Vagy te is van a hajód, nálad van a lézerpuskád, amivel tudsz bányászni, ezt fejleszteni tudod, hogy egyben fegyvered is legyen, ruhát tart életben, ide tudod pakolni a kibányászott cuccokat, van egy jetpacked, amivel tudsz nagyokat ugrálni és veséseket tompítani, és ott van a hajód is. Szintén egy rakodott térrel, amit ugyanúgy fejlesztésekkel vagy begyűjtött ásványokkal, tárgyakkal tudsz telerakni. És ebben mindenben vannak dolgok, amiket energiával újra kell tölteni, hogy tud használni a bányászlézeredet, vagy a védőruhádat, a hajó felszálló egységét, vagy a hajtóművet. Megtanít a játék, hogy milyen izotópokat, szerves anyagokat, ásványokat tudsz mihez használni. És mehetsz a világba gyűjteni, bányászni, fejlesztéseket összerakni. A bolygón az okuláreinkkal tudjuk szkennelni az állatokat, növényeket, lecsekkolni a waypontokat, megismerni a bolygónkat, és mindezt ugye úgy, hogy el is nevezhetjük. Azt aláírom, hogy a játék remekül tudja visszaadni a felfedezés élményét. Az, hogy mindent, amit te fedezel fel, mindent, amit te látsz meg először, az rád van bízva, hogy nevezed el, egy olyan érzést tud kiváltani a játékosból, amit talán még egy játék sem nagyon előtte. És tényleg a világok eléggé idegen érzetet tudnak adni, hogy úgy érezd, valóban a galaxis távoli szegleteiben kóricálsz. Talán a játék legnagyobb előnye és élvezeti faktora az, hogy ki tudsz közben kapcsolni, miközben játszol. Nem kell annyira odafigyelni, tudsz közben podcastet hallgatni, zenét hallgatni, videókat nézni akár. Nem megy fel közben a vérnyomásod, mármint... Na jó, a játék pozitív oldalát körbejártuk, most beszéljük meg, hogy miért kéne felszabdalni apró darabokra kisbaltával az egész fejlesztőbrigádot. Először is a látvány. Persze vannak szép pillanatai, de közelről úgy néz ki, mintha egy oszló csigateten feküdt volna össze egy frissen gázolt 8 hónapos tojásos majonézes szendvicssel. És erre még rá van basz, vagy rakás post-processing effekt, amitől minden úgy világít, mint egy Szent János bogár egy atomvillanásban. Meg persze ne felejtsük már el megemlíteni ezt az ocsmány, nem is tudom, instagramos effektet, amit képesek voltak ráakárni az egész játékra. Ehhez pedig az a borzasztóan változatos világgenerálás olyat szart az asztal, hogy még most is vakarják a munkások a plafonról. Gyakorlatilag, hogyha nem szereted a köves, kietlen, unalmas, ronda, sötét árnyalatos bolygókat, akkor szarban vagy. Mert hogy én a játékom alatt, amiben belefutottam ilyen 20-25-30 bolygóba, az mind ilyen rideg, otromba szar volt. Láttam online, hogy már van, aki belefutott rendes élővilágtól hemzsegő bolygóba, de ezt komolyan a hajamra kenhetem. És persze, poénok a bolygók, hogy feltudsz, meg le tudsz szállni rájuk, de olyan látótávolság van ebben a játékban, hogy az vérrázító. Konkrétan tőled úszkve 20 méterekre ugranak be a tárgyak normális felbontású modelljei. Ja, és állandóan kis kockák eltűnedeznek, meg újra előjönnek a világból, ha épp repdesel a repülőddel az atmoszférában. A látványról a legjobb leírást valahol online olvastam, hogy ebben a világban minden olyan, mintha egy kibaszott színes akváriumban rohangálnánk, amit egy tarkolnövés túlélt debil rakott tele tárgyakkal, mert azt hiszi, hogy a halai oda vannak az absztrakt művészetért. Döglött halak. És akkor jöhet a sok Cobben, Trumbo, meg hozzászólás Obi-Wan Kenobi, hogy de hát a látvány nem is olyan fontos. Valóban nem, beszéljünk a játékmenetről. Amikor először elindítottam a játékot, konkrétan 20-30 perc után, hogy gyűjtögettem a javítási munkákhoz az alapanyagokat, azon tűnődtem, hogy baszki, ezek borzasztóan eltalálták ezt a játékot. Ezek megcsinálták az új Minecraftot. Mert elsőre olyan érzésed volt, a bányászás, a nagy random generált világban bóklászás, mind arra fele tendált, hogy ez bizony nagyot fog robbantani. Hát a négy lábú állat ötödik lábát. Pár órával később már rájön az ember, hogy igen, hasonlít a Minecraftra, ha Minecraftban nem találkoznál emberekkel, és nem lehetne építeni semmit. El kell nekem magyaráznom bárkinek is, mennyire iszonyatosan elbaszott egy dolog lenne a Minecraft, hogyha nem lehetne konkrétan építeni a kockákkal?
Gondolj bele, mész a világban vakon, mindenhol random generál semmik, mert hát valami, amihez történetet vagy célt lehet párosítani, azt nem lehet egy gép által legenerálni, még ha le is lehetne egy Google szuper számítógép projektből várnám, hogy kijöjjön, nem egy kvázi indie fejlesztő csapat Sufni Tuning Engine dizájnjából. Tehát mész a semmibe, fejleszted a felszerelésedet, és el tudsz nevezni valamit kanalas sajtburesz Gézának. És nem csak mint játékmeneti elem hiányzik, hogy tudsz pakolni egymásra valamit, hanem az, hogy nincs egy darab referencia pontod a világban, amihez képest mozoghat. Nincs egy bázisod, nincs egy otthonod, itt ez a végtelen világ, és hiába van célja, hogy juss el a galaxis közepéig, nem tudod magad elhelyezni ebben az univerzumban, mert nincs semmi nyoma annak, amit csinálsz. A neveken kívül, ami komolyan az első 50-100 nevezgetés után elég unalmassá tud válni. Nincs az az érzésed, hogy bárhol bármiért érdemes lenne visszamenni. Mindenhol ugyanazok vannak, ugyanazok az ércek, ugyanazok a pontok az összes bolygón. Ugyanúgy egy űrállomás, 2-3-4 bolygó, esetleg holdal, egy-egy helyen beugró szállítókonvoj, max annyi változik, hogy a három szerencsétlen faj közül melyikhez tartozik a naprendszer. Mert akkor hozzájuk kapcsolódó tárgyak jutolhatok a konténerekből. Ezekhez egyébként tartozik egy elsőre tényleg érdekesen kitalált mechanika, a nyelvtanulás. Ugyanis nem ismered ezeknek a fajoknak a nyelveit, így szóról szóra kapod meg az infókat egyenesen az űrlényektől, ha kisegíted őket, vagy fali konzoloktól, vagy éppen a bolygón található ilyen oltárszerűségektől. Az ötlet rendben van, de ez is teljesen jelentéktelen, semmire nem tudod használni az infókat, amiket mondanak. Nő velük a reputációt, és beszélgetések után kaphatsz tőlük egyre nagyobb dolgokat. Na bum! Bolygók is, mint mondtam, vannak ezek az oltárszerűségek, hát vannak monolitok, amik hasonlóak, csak kicsit nagyobb szopor szerkezetek, amik valami ősibb dologhoz köthetőek, az Atlaszhoz, és ahhoz adnak szavakat, sokszor tápos a fejlesztéseket, meg űr anomáliákhoz útjelzést. Ez is így jól hangzik, de itt is, és még oly sok helyen ebben a játékban a megvalósítás olyan felháborítóan primitív, hogy azt kikérem magamnak. Konkrétan, mint egy 30 éves RPG-t tolnék, a játék leírja, hogy mi történik, amikor találkozom egy ilyennel. Leírja, hogy nanobotok törnek fel a monolitból, és választanom kell valami opciók közül. Vagy hogy az űrlényekkel, akikkel találkozom, a falhoz baszott rántott a pofájukkal épp mit gondolnak. Nem megmutatja egy 3D játékban, ahol körbe tudnék fordulni és láthatnám, ahogy történik. Nem, leírja, hogy képzeld el, paraszt, nekünk nem volt kedvünk ezt már lefejleszteni. És a procedurálisan generálás is ostoba, konkrétan ehhez a faszihoz odaírja, hogy a csőrével kattog itt nekem. Milyen csőrével? Nem sikerült összepárosítani a rendszerben, hogy ilyet csak akkor írjon, ha tényleg van csőre a szerencsétlennek? Nem csoda, hogy ennyire ódvaros szar módon van megcsinálva a teljes procedurális generálás. A bolygók, mint mondtam, iszonyatosan egy kaptafára mennek, de még a beígért bolygó típusokból sincs annyi, nincsenek homoksivatagok, a vizek elenyészően kevés helyen vannak, és ott is, ahol vannak, csak ilyen pocsolya méretben. Nincs normális domborzat, konkrétan egy bolygó a szintkülönbség kimerül ilyen 2-10 emeletes ház magasságában, legmélyebb ponttól a legmagasabbig. Amitől olyan iszonyatosan jelentéktelennek érződik az összes világ, hogy azt felfogni nem tudom, hogy merték lemezre írni, mint kész játék. És akkor az állatok. Az is mint tartozik kb. 3-4 méretosztályba, és a legnagyobb talán kétszer akkora, mint az űrrepülőd. Nincs semmi viselkedésük, bugolnak jobbra-balra mozgás közben, de meg majd elfelejtettem a szentinelek. Tudnélik, vannak ilyen kis robotikus seglukak, akiknek nem tetszik, hogyha szétvered a bolygókat, nem tetszik nekik, hogyha kristályokat bányászol, vagy növényzetet írtasz a szénért, vagy az állatokat cseszegeted. És akkor jönnek idegesíteni, mert csak ennyit csinálnak, idegesítenek. Iszonyatosan triviális őket megölni, néha hívnak több társat, de teljesen nulla. Mondjuk nem csoda, hogy nem enged meg a játék bonyolultabb harcokat. A harc rendszer se olyasmi, amit ráírnék az önéletrajzomra. Nincs semmi védekezési mód. Van egy fegyvered, azzal esetleg gránát funkció, hogyha kifejlesztetted rá, és ennyi. Nem igazán érdekes, hogy mozogsz, vagy mit csinálsz, le kell őket tunkolni és kész. Az életed valószínűleg úgyse fog elfogyni, talán tudsz épületek mögött bujkálni, és akkor nem találnak el, de ennyi. Ja, és ha bemész egy épületbe, az külön fázisban van, tehát azonnal az összes szentinel leugrik róla. Kész, kabari ez a játék. Megtámadtam pár az atmoszférában szédelgő repülőt, azok konkrétan a bolygó domborzatát nem veszik figyelembe és átrepülnek rajta. Néha annyira ócska szar kukatúró játék hatását tudja kelteni ez a No Man's Sky, hogy az már kriminális. Aztán az űrben, vigyázzál, mert rád támadnak a kalózok. Random rádugranak, és akkor harcolni kell. Nem lehet elkerülni a harcot, harcolni kell. Ami csak azért jó, mert ha nincs elég fegyverzeted, akkor igazából le is ülhetsz megdögleni úgy gyorsabb. Amúgy is az űrállomáson fogsz felkelni, és jöhetsz felszedni mindent, amit eldobtál. Értelme nincs, de feltart és idegesítő. Gondolná az ember, ha épp kirepültél a bolygóról és megtámadtak, akkor visszafordulsz és az atmoszférában lelépsz tőlük, vagy legalább lent harcolok, ahol jobban ment korábban. Nem. Állj le, hülye vagy fiam, üljél le egyes. Kalózok harcából nem tudsz kimenekülni. Konkrétan, hogyha repülsz a bolygó felé, akkor egy helyben fogsz állni. Mármint repülsz, de a bolygó nem jön soha közelebb. Valószínűleg a szállító konvojoktól tanultam ezt a remek manővert, mert ahogy azok beugranak, megállnak egy helyben, és hiába nézik úgy, mintha menne a hajtóművük,
állnak egy helyben, és nem reagálnak rá, hogyha megtámadod őket. Max, jönnek a rendfenntartók, azt hiszem, annyira nem érdekelt, hogy sokat próbálgassam. Ja, és tudjátok mi az, ami még áll? És nem mozdul. Soha. Be fogtok szarni. A naprendszerek. Kezdjük ott, hogy nap nincs. Az csak egy világító szar a messzeségben. A bolygók és a holdak pedig mozdulatlanul állnak. Nem keringenek, nem csinálnak a világon semmit. Konkrétan, amikor ez feltűnt, úgy éreztem magam, mintha valami szar kandikamerás műsorban lennék, és azt vártam, hogy Jáksó László vagy a tököm tudja kicsoda, kiugrik a gardróbomból egy operatőrrel, és jól kirögnek, hogy azt hittem, hogy ez egy valódi játék. Na de, ne ragadjunk le egy ilyen triviális dolognál egy űrben játszódó játéknál, mint az űrcsaták, a bolygók, mi egymás. Inkább beszéljünk a konkrétan elbaszott interfészről. Alapból iszonyatosan kevés helyen indítasz a táskádban, hajódban. Ezeket tudod fejleszteni, újat szerezni a hajóból. Ezt különböző helyeken tudod megtenni a világban, valami csak felfedezéshez van kötve, valamihez kódkártyát kell találni, és a hajókat pedig megvenni tudod más NPC-ktől, vagy lezuhant hajókat tudsz bolygókról kimenteni és magadévá tenni. Csak hogy ez egy olyan lassú és időörlő dolog, hogy ha nem valami guide alapján power levelelsz és játszol a galaktikus kereskedelmi rendszerrel, akkor több 10 órákat vehet igénybe egy-egy fejlesztés. És olyan iszonyatosan kevés az a hely, ami nálad van, hogy sírni tudnék. Alig tudsz összeszedni pár adag ércet, meg mi egymást, mielőtt tele lesz a táskád és a hajód raktere is. Vicc kategória? Ja, és ugyanezekre az üres helyekre tudod tenni a hajó és a személyi fejlesztéseidet is, tehát még választanod is kell, hogy akkor most szépen feltuningolod magad a kalózok elleni harcra, vagy inkább hagysz 3-4-5 több helyet a rakteredben, hogy tudsz szállítani a dolgokat. Azt viszont a saskabare is megirigyelni, hogy konkrétan a fejlesztéseket nem tudod pakolászni a táskád üres helyei között. Legyártod akkor az odaragad, amitől szépen átláthatatlanná válik egy idő után, hogyha össze-vissza van rakva a nyersanyagokkal. De ha még ez lenne a legnagyobb probléma, a menüket nagyrészt egy kurzorral navigálod. PS4-jel, kontrolleren is. Igen, igen. Kurzorral. Kontrolleren. Most őszintén mi a És a kurzor lenyomásánál minden egyes maraságnál hosszan kell nyomni a gombot, hogy megtörténjen az interakció. Ami persze egy törlésnél indokolt, hisz nehogy már valamit kibasszál, ami neked fontos, de hogy menüket is így lehet navigálni, azért az már sok. Meg különben is a kereskedelmi termináloknál például miért van szétbontva az űrruhád meg a hajót tartalma? Mi értelme van? Mindkettőhöz ugyanúgy hozzá tudsz férni, miért ilyen elbaszott logikát van minden ebben a játékban? Jaj, a látványnál elfelejtettem mondani, hogy a belátási szög, a Field of View ebben a játékban talán évek óta a legótvarabb. Konkrétan, mintha egy kulcsokon keresztül játszanék. Komolyan, ahogy mondom most fel a szöveget, felidegesít a játék, pedig nem is játszom vele, csak gondolok rá. Meg a cuki játék 25%-onként basztat, hogyha a létfenntartásod merül le a bolygón, vagy a védőpajzsod, ami véd a radioaktivitástól, fagytól, vagy mérgező anyagoktól. Nem is tudom, hogy ez miért nem jutott korábban eszembe, hogy ez is variálja az egyes bolygókat, amire leszállsz, hogy akar éppen megölni. Csak annyi a gáz, hogy erre mindre ugyanaz a megoldás. Fogd a kis kacsódat, irányítsd rá a lézert, vagy igazából csak basszál rá egyet a begóniára, és a kiesett szenet dugd fel a létfenntartás seggébe, hogy befogja a pofáját. Mert olyan bolygókon, ahol folyamatosan valami próbál kinyírni, az a 25% borzasztóan gyorsan le tud esni. És az utolsó 25%-nál még meg is érteném, hogy szó, hogy ne dögöljél már meg, te paraszt, de hogy minden 25% esésnél vinnyog, mint valami fürdős kurva, az már több a soknál. Ami még tetszett, nem tetszett, hogy mindenhol bolygón, űrállomáson, holdon, mindenhol ugyanaz a gravitáció. Jó kis űrszimulátor csepp. Meg az is tetszett, nem tetszett, hogy az összes hajó mindegyik pontosan ugyanúgy repül, ugyanolyan gyors, ugyanúgy gyorsul, ugyanúgy lassul. Mindent, mindenhol ugyanúgy csinál. Egyedül a raktér mérete változik, és a bolygókon még csak szabadon repkedni se enged a játék. Nem hagyja, hogy mondjuk X20-30 kilométernél közelebb menj a földhöz. Leszabályoz, nehogy neki menj. És a sebességedet is itt is ugyanúgy mindennél 150-160-nál lelimitálja a busznyomásnál. Mintha valami gyépés lennék, akinek fogni kell a kezét. Repkedni szeretnék, az Isten áldjon meg. Csak valami élvezetet kicsikarni ebből a játékból. A mentési rendszer is egy vicc, konkrétan csak V-pontoknál vagy a hajódnál ment a játék. Tehát, hogyha adj Isten, kifogy a játék úgy, hogy te már 20-30 percet bóklászol, amit előszeretettel csinál, vagy ne adj Isten, ott kell hagynod a játékot, mert dolgod vakad, akkor szarulj, azt a progresszt el lehet helyezni oda, ahova nem süt a... De! A legnagyobb probléma az egész játékkal, hogy nem azt kaptuk, amit reklámoztak a fejlesztők. Így utólag mindenféle sületlenséget összehordtak, hogy mi lesz a játékban. Aszteroidákra landolás? Hát nem. Frakciók közti csaták, amibe beszállhatsz? Hát nem. Gyűrűs bolygók? Nope. Elvileg a bolygók távolsága a napjuktól számított volna. Volna. Ennek kihatással kellett volna lenni a bolygókon megtalálható nyersanyagokra. Volna.
Inkább minden tele van baszva mindenben, mert az jó. Állatok, amik kihatással vannak a bolygóra, a domborzatra, mi egymásra. Hát nem! Nagyobb épületek, lezuhant szállítóhajók, portálok. Épületek bejáratainak hekkelése, ahelyett, hogy fel kéne mind robbantani. Mi van, hippi vagy? Szó volt róla, hogy űrállomásokat is el lehet pusztítani. És hát mi lett belőle? Lóf! És ebből rengetegről még a megjelenés előtt pár hónappal is videók jöttek ki, meg hallani lehetett. Viszont a legnagyobb és legkirívóbb hiányossága a játéknak a multiplayer teljes hiánya. Fejlesztők azt mondták, hogy bár az esélye iszonyatosan kicsi, hisz a 18 quintillion bolygó közül bárhova lerakhatott kezdéskor, ha ugyanoda juttok egy másik játékossal, akkor láthatjátok egymást, interaktálhattok, stb. De nem, ez se lehet. Voltak, akik ugyanott álltak, ugyanabban a galaxisban, ugyanabban a naprendszerben, ugyanazon a bolygón, ugyanannál az NPC-nél, és nem látták egymást. Ez is egy hatalmas hazugsága, hogy a játék nagy része. Arról meg ne is beszéljünk, hogy kb. Pont egy órája olvastam, hogy lehet mégse lesznek ingyenesek azok a DLC-k, amiket belettek ígérve ingyenesre. Ez olyan szinten patkányhúzás egy ennyire szétbarmolt játéknál, hogy sok. De még azt mondom, hogy egy Early Access játék lenne valahol a bétája elején, vagy az alfája végén, akkor oké, 4-5000 forintos beugróval, de nem teljes áron $60 18-19 ezer forintért. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy a PC-s verzióval mennyi probléma van. Olyanokat lehet olvasni, hogy kész kabaré. Persze kinek mi, ki mit zavar, nyilván ember válogatja, és el lehet ezzel is szórakozni. Sas például el van vele, neki bejön, a nevezgetős koncepciót mozgatja, mondjuk a livestream alatt szép kis neveket kaptunk a chattől. De ez a játék pont úgy oszlik meg az emberek között, mint köztem és Sas között. Vagy tetszik, és túl tudod tenni magad a hibáin, vagy az idegrendszereden próbál detmetálozni, és a pokol pirítósütőjébe kívánod az egészet. És bármira nem erre számítottunk, hogy a végtelenség lehet sorolni azt, amit nem raktak bele, azt, amit beleraktak, de szarul implementáltak. Úgyhogy ennyi pénzért szerintem kerüljétek el messziről. Sok ez ahhoz, hogy valami indie csapat rajtunk próbálgassa a játékfejlesztői kicsakasból tanult fogásaikat. Na, sziasztok!